A britek 56%-a maradna az Európai Unióban a legfrissebb felmérések szerint. A Downing Street 10-be érkező miniszterek eközben a Brexit módjának B-tervét igyekeznek kidolgozni a kormányfővel. Theresa May továbbra is állítja, az emberek akaratát hajtja végre a kilépés levezénylésével. A B-tervről január 29-én szavaz majd a brit parlament. Az ellenzéki vezető Jeremy Corbyn feltételekhez köti az egyeztetést. A munkáspárt elnöke kitart korábbi álláspontjánál, hogy minden tárgyalás alapja az, hogy Theresa May vegye le az asztalról a megegyezés nélküli kilépés lehetőségét. Ezek után lehet arról tárgyalni, hogy milyen legyen az ország EU-hoz való viszonya a jövőben. Az EU kész rugalmas lenni a kilépési folyamatot illetően, ha Theresa May nem ragaszkodik az általa erőltetett szűk határidőkhöz, mondta az EU Brexit ügyi főtárgyalója Michel Barnier. A határidőket a britek szabták, nem mi. Ezekkel a határidőkkel becsapnák az ajtót, de ahogy a parlamentben tegnap is mondtam, ha a határidőket a britek módosítják, mi készek vagyunk azokat elfogadni. Elemzők szerint azzal, hogy a bizalmi szavazással Theresa May hivatalában maradt, és nem lesznek időközi választások, megnő az esélye egy esetleges második népszavazásnak a Brexitről. A referendum követelői szerint az új voksolás alapja, hogy megváltoztak a kilépés körülményei 2016-hoz képest.